Dobrý večer, už by zoň dal mi ten flow. Nagyba, szevasztok csákány, új bizonyta, szevasztok faszofók, szevasztok szariletűek, szevasztok tanítványok, szevasztok nagy rajongók, nagy hulladék megsemmisítő nagybartól, újra csejenkedek. De ennek a csidejúnak, az is volhatnák, de sziszul, hát volhatnák nagyba a címe, hogy szánalom, de ez is szánalom, méghozzá olybá, de közben egyébként vacsorázok, mivel köll a csalúria, épp ezért sajnáltam nagyon egyébként rá a pizbazd meg, de viszont 350 forintba került egy ilyen mustár, de köll a csalúria, bazd meg, mert máma nem találkoztam a Traxler karcsiba, aki a kukából hordja ugye a kaját nekem, hogyha kukázik van. Viszont kemény fizikai munkát végzek, meg egy kis sörcságos. És itt ezért köll a csalúria, nem találkoztam a Traxler karcsival, tehát nem tudtam, voltam pedig a kocsmában, nem találkoztam vele, tehát a kukából. Nem tudott kaját adni nekem, amit kukázott volna ú. Mert nem találkoztam bele, épp ezért mondom, akkor jó van. Veszek akkor pár sört, meg mondom egy mustárt. Köll a csalúria van meg. De. Papír van, só van, de... És nagyban egy kis mustáros vacsor. Jó, anyád picsáját, bazd meg, te kapitalista szemét, bazd meg! Biztonsági zár, de anyád picsájának, fasz! Faszopó! Nem bírom egyébként, amikor köhög a bolha, bazd meg, te! És egy kis must, ennyi, de. És nagyban így a vacsora. Hozzá egy kis sör. Nagyba ú, miért is lenne egyébként, vagy miért szánalom lenne nagyba? Tisztelt nem akkor. Közben könyv, erre való a könyv, az meg. Nem tudom, mióta elszem ezt a könyvet. Mösekönyvet! Erre való a könyv, bazd meg. Direkt árultam ezt a rohadt nőklapját is, meg a többit. Régi 50 évvel csehez előtti izé. Senki nem vette meg, hát akkor megeszem apránként, bazd meg. Tehát, nagyba ú, nagyba tisztölt Orbán elvtárs, beszélt Orbán elvtárs nagyba ú, hozott egy olyan törvényt, vagy nem tudom, hogy ki hozta, valószínűleg, hogy ő, hangsúlyoznám nagyon sok csendeleteivel mostanában egyetértek. Tehát nagyon vannak neki nagyon jó dolgai. Úgy várta. Mikor? Tehát nagyon jó rendeletei vannak. Ez annak is köszönhető, valószínűleg nézi a csidejóimat, és ebből sokat merít, hogy hogyan kell csinálni politikát, stb.
de saját kutfőjéből is van valószínűleg, tehát itt csalószínűleg nagyon sok jó ötletje. Tehát. Viszont, de az bazd meg, egy totális diktatúrára vall, de hogy vasárnap, vagy szombaton bazd meg, nem lehet például, mit tudom én, bekapcsolni mondjuk a fűnyírógépet, stb. És mit tudom én, mondjuk olyan, volt olyan, hogy napszámba, meg mit tudom én, jártam napszámba és jó, én utálom a képeket amúgy, tehát utálom az ilyen masinákat, de bazd meg, akinek vasárnap van ideje, de arra, hogy mondjuk lenyírja a fűt, vagy nincsen, mondjuk a kasza a legjobb, tehát kézi kaszába. De mondjuk, csak de mondjuk izékkor van ideje, mondjuk vasárnapi nap, vagy szombaton. Mi az bazd meg egyébként a kurva habculákos úristálát, hogy beszabályozzák, tehát nagyba be van szabályozva bazd meg, hogy csak is kizárólag hétköznap, tehát vasárnap és szombaton te a masinádat nem bőgetheted, mert megbüntetnek 50 ezer forintra. Hát menjenek ma a faszomba bazd meg. Mi az egyébként, hogy akkor nem pörgetheted a gépedet, mert mit tudom én, hogy a szomszédok az pihenni akar. És ha nincsen máskor időd, bazd meg, mert úgy mondjuk dolgozol, na ilyenkor mi a hányás, bazd meg? Tehát ez egy hülyeség. Akkor gyakorlatilag zajártalom. Akkor már az is, amit megmondtam csévekkel ezelőtt is, mondjuk már azt is beszabályozzák, hogy mikor fingjak, mikor egyek, mikor igyak. Mit tudom én, tehát már mindent egyébként itt mikor böfögjek, bazd meg. Hát álljon meg már azért a verandás hegyi menet már. A kurva életbe már! De. Hát álljon meg már a menet, tehát gyakorlatilag, tehát ez hülyeségnek tartom. Tisztelt kormányunk, úgy hívják. Tehát ez egy marhaság. És ez diktatórikus, tehát ez egy marha nagy diktatúrára van, bazd meg, hogy be van határozva, hogy na, te akkor, mit tudom én, nem hatod mondjuk traktorra föl mondjuk a kertelet, vagy bármi, mert a szomszédnak mondjuk tehát a szomszéd bejelentés 50 ezer forint. Tehát itt már egyébként ez már megint átcsapott egy szélsőségbe. Mit tudom én, nem tüzelhetsz a kertedbe, mert megbüntetnek. Mondjuk mit tudom én, mondjuk ott van az a csarlagfű, parlagfű, ami gyógynövény bazd meg. Az se íz lehet a kertezve, mert azért is megbüntetnek. Akkor megbüntetnek, most kigyütt ez a másik fasság, hogy ilyen zajártalom bazd meg, zajártalom. Szóval, na. Hülyeség. De ha így döntöttek, akkor így döntöttek. Nincs mit egyébként tenniuk. Nem tudsz mit csinálni, bazd meg. Tehát most hiába vonulnak föl, meg mit tudom én, meg faszom tudjunk nagyufá, mert elkönnyújtanom. Hiába vonulnak, bazd meg föl, mint a fáklyás menet, akkor se tudnak mit csinálni. Ez van. És bazd meg egyébként bírságúnak, mint az állat. Tehát nem sokat szarakoznak, nem sokat cicóznak. Na, majd meg... Még a következő csinálóban jó pár dolgot egyébként még el akarok mondani, hogy csüdvözletem annak a kék atlétás fickónak nagybaú. A múltkorjában mentem ki napszámügybe mindegy egy bizonyos hölgyre, és akkor ő igazított így minket, meg az anyja volt ott. A csismerősömmel mentünk így napszámügybe, csak nem fogadtam el. Nagyba csüdvözletem, nem tudom, valami, majd bemondom a nevedet, valami Ernő, vagy nem tudom, Varga, nem tudom, Laci, vagy valami ilyesmit. Na csak ennyit akartam. Mustáros vacsora és gondolatok. Sziasztok!
csörözgeték tovább. That is the best. Most pedig megkeresem a gyufám és rágyújtok, mert ezek idegek lesz. Csak szokott bizonytávú.